Soros György bírósága hozta meg a Magyarország migrációs megbüntetéséről szóló ítéletet, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Az európai parlamenti választással lelassítottuk a háború felé száguldó vonatot, ezt is a miniszterelnök mondta a rádióban. Tart a főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak újra számolása, élőben kapcsolunk a Nemzeti Választási Irodába. Elindult a közmédia új csatornája, a Nemzeti Sportrádió. Nem véletlen az időzítés, este kezdődik a labdarúgó EB. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm Önöket, Jakab Szintia vagyok. Soros György bírósága hozta meg a Magyarország megbüntetéséről szóló ítéletet. Erről beszélt Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök vérlázítónak nevezte azt a brüsszeli döntést, hogy az Európai Unió bírósága 80 milliárd forintra bünteti hazánkat az uniós bevándorlási politika megsértéséért. Ez az összeg ráadásul mostantól napi 400 millió forinttal emelkedhet. Orbán Viktor kiemelte, a brüsszeli buborék tele van Soros György embereivel. Ez igaz az Európai Parlamentre, az Európai Bizottságra és az igazságszolgáltatásra is. Hatalmas összeg megfizetéséről szóló ítéletet jelentett be az Európai Bíróság csütörtökön. Magyarországnak 80 milliárd forintot kell fizetnie azért, mert az ítélet szerint nem felel meg az uniós jognak a magyar migrációs szabályozás. Az ítélet azt is tartalmazza, hogy amennyiben nem fizet Magyarország, akkor naponta további 400 millió forintot is meg kell fizetnie az Európai Bizottságnak. Soros György bírósága hozta meg ezt az ítéletet. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban bírálta az Európai Bíróság döntését. A kormányfő hangsúlyozta, a Soros tervet valósítja meg Brüsszel, az ítélet pedig azt bizonyítja, hogy a milliárdos tőzsdespekuláns emberei az igazságszolgáltatásban is jelen vannak. Orbán Viktor leszögezte, Soros György terve az, hogy be kell hozni évente 1 millió migránst Európába, hogy a kontinensünkön kevert népesség alakuljon ki. Hozzátette, a magyar embereket nem érintheti hátrányosan az uniós büntetés. Biztosak lehetnek benne a magyar emberek, hogy ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak. A pénz egyébként óriási összeg. Tehát 80 milliárd forintot, ha szétoszthatnék a családok között, vagy odaadhatnék a nyugdíjasoknak, vagy gyerekvédelemre lehetne fordítani, mindenki boldog lenne. És plusz napi 400 millió, ez egy hatalmas, tehát ilyet még a világ nem látott. Tehát ha azt mondom, hogy férlázító, vagy felháborító az eddigi európai bírósági döntések történetét figyelembe véve, akkor én nagyon enyhe visszafogott nyilatkozatot tettem. Tehát egész egyszerűen eszement. Az Európai Bizottság szóvivője az ítélet kihirdetése után azt közölte, hogy rövidesen felveszik a kapcsolatot a magyar kormánnyal. Azt is bejelentették, hogy a 80 milliárd forint megfizetésének elmulasztása esetén a hazánknak járó uniós támogatásból vonják le a napi 400 millió forintos bírságot. Orbán Viktor hangsúlyozta, nehéz tárgyalások árán harcolta ki Magyarországnak az eddigi kifizetéseket, és arra is lesz válasza, ha Brüsszel valóban elvenne a már megítélt forrásokból. Éves most futó költségvetésből Magyarországnak jár 22 milliárd euró, abból mi már, bocsánat, ha szerintelenek adunk, én már 12 milliárdot megszereztem. Mindenfajta véres kézitusákban, csatákban, ide-oda föltételt támasztott, valahogyan csak ki sikerült alkudnom 12 milliárd eurót. Ez ott van a számlánkon. Most ők azt mondják, remélem, nem fizettek, ebből fogjuk levonni. Jó, rendben van, értem. Erre is lesz majd válaszunk. A miniszterelnök arra is kitért, hogy miért csak az európai parlamenti választás után közölték az ítéletet. Ezek brüsszeliek. Tehát ez súnyik. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha az ítéletet korábban hozták volna nyilvánosságra, akkor a baloldali pártoknak végképp nem lett volna esélyük, hogy megnyerjék a választást. Az európai parlamenti választással lelassítottuk a háború felé száguldó vonatot. Erről is beszélt Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök a francia és a belga kormány bukására utalva arról beszélt, hogy az európai emberek és az európai jobboldali pártok is békét akarnak. A kormányfő azt mondta, változás indult el Európában, a béke hangja pedig még erősebb lesz azzal, ha Donald Trump ősszel megnyeri az amerikai elnök választást.
Nagy jelentőségű volt a NATO főtitkár budapesti látogatása. Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberggel folytatott tárgyaláson egyértelművé tette, hogy Magyarország a békepártján áll, vagyis nem akar fegyvert szállítani Ukrajnába és nem vesz részt a NATO Ukrajna missziójában sem. A megbeszélés eredményre vezetett, Jens Stoltenberg jelezte, elfogadja Magyarország álláspontját. Mindent megkaptunk, amit akartunk. Így összegezte Orbán Viktor a tárgyalást a Kossuth Rádióban. A kormányfő ismét leszögezte, Magyarország nem ad sem pénzt, sem katonákat a NATO Ukrajna missziójához. Hozzátette, Magyarország példáját mások is követhetik. A NATO-nak azért nehéz elfogadni egy ilyen magatartást, nehogy Magyarország precedensé váljék. Ezt én megértem. De a NATO szempontjai nem előzhetik meg Magyarország nemzeti érdekeit, meg a magyar béke szempontjait. Ezt kellett kialkudni és kitárgyalni. A miniszterelnök a NATO ukrajnai missziójának terveit is részletezte. Három európai támaszponton koordinálják majd a fegyverszállítást, ezeket Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában hozzák létre, vagyis nagyon közel Magyarországhoz. Mi erre nem vagyunk hajlandóak. Szerintünk, ahol fegyvereket adnak át, az katonai célponttá válik az ellenség nézőpontjából, és ott bármi megtörténhet. És én nem akarom kockáztatni sem Magyarország, sem a magyar emberek békéjét azzal, hogy orosz katonai célponttá teszem Magyarország bármelyik négyzetcentiméterét. A kormányfő értékelte az európai parlamenti választás eredményét is. Hangsúlyozta, a francia és a belga kormány bukása azt jelzi, hogy az európai emberek békét akarnak. Próbáljuk megállítani a vonatot. Ne csak mi szálljunk le, hanem hadd szálljon le más is. Orbán Viktor leszögezte, az európai jobboldal a békepártján áll, a választási sikereik pedig lehetőséget adnak Magyarországnak, hogy még erősebben képviselje a békepárti álláspontot Brüsszelben. Az európai választással, minthogy az mindenhol nemzeti alapon történt, épp úgy, mint Magyarországon, már is lelassítottuk a háború felé száguldó vonatot, időt nyert Európa. Nem mennek tovább annál, mint amit a főtitkár most NATO ukrán missziónak megnevezett, ennél sokkal rosszabb is lehetne a helyzet. Jön novemberben az amerikai elnökválasztás. Ha visszatér Trump elnök úr, aki a béke elnöke volt, és reményeink szerint az is lesz, akkor nem csak időt nyertünk, hanem akkor megvan a békepárti transatlanti együttműködés. A Fidesz-KDNP választási győzelmét úgy értékelte Orbán Viktor, hogy az emberek felismerték, a háború és a béke között kellett választaniuk. Ezzel pedig megerősítést és kötelezettséget kapott a magyar kormány. Világháborút hozhat az amerikai-ukrán egyezmény, amit a G7 találkozón kötött a két ország elnöke. Erről írt az Origo. Joe Biden és Volodymyr Zelenszky ugyanis 10 évre szóló biztonsági megállapodást írt alá, amely azt is tartalmazza, hogy ha Ukrajnát fenyegetés vagy támadás éri, akkor közösen dolgozzák ki a válaszlépéseket. Közben Brüsszelben és Ukrajna pénzügyi és fegyveres támogatása a fő téma. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár abban bízik, hogy ma megállapodás születhet a NATO Ukrajna missziójáról és ukrán katonák lengyelországi kiképzésére szolgáló létesítmény felállításáról is dönthetnek. Joe Biden amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök 10 évre szóló kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá csütörtökön a G7 vezetőinek találkozóján. Az egyezmény értelmében az Egyesült Államok megerősíti Ukrajna katonai védelmét, illetve ha a kelet-európai országot támadás vagy fenyegetés éri, akkor a kijevi és washingtoni vezetők 24 órán belül egyeztetnek a válaszlépésekről. A mai nap valóban történelmi nap. A függetlenségünk óta a legerősebb megállapodást írtuk alá Ukrajna és az Egyesült Államok között, fogalmazott az ukrán elnök. Arról is megállapodtak, hogy Ukrajna 50 milliárd dolláros hitelt kap, amit a nyugati országokban befagyasztott orosz vagyonból származó nyereségből biztosítanak. Nagy örömmel osztom meg, hogy a G7-ek aláírtak egy tervet, amely véglegesíti és felszabadítja a befagyasztott orosz eszközökből származó 50 milliárd dollárt, hogy ezt a pénzt Ukrajna javára fordíthassuk. Ez újabb figyelmeztetés Putyinnak, hogy nem hátrálunk meg, sőt, együtt állunk ki az agresszióval szemben, mondta Joe Biden. Az orosz külügyi szóvivő cinikusnak és a nemzetközi jogra mért újabb csapásnak nevezte, hogy Ukrajnát az elkobzott orosz vagyonból támogatják. Maria Zaharova szerint az angolszász országok nyíltan terrortámadásokra biztatják Kijevet. A nyugat folytatja az ukrán konfliktus eszkalálására vonatkozó erőfeszítéseit, ráadásul a kijevi rezsim terrorista tevékenységére építenek, és minden eszközzel folytatják a háborút, közölte az orosz külügyi szóvivő.
Világháborúhoz vezethet Joe Biden és Volodymyr Zelenszkij újabb megállapodása, ezt írta az Origo. A portál szerint az egyezmény Ukrajna esetleges NATO csatlakozása felé tett lépésnek is tekinthető. A lap kiemeli, a Nyugat Európával akarja megfizettetni a háborút. Közben a NATO védelmi miniszterei Brüsszelben tárgyalnak Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásáról. Csütörtökön a NATO-Ukrajna tanácsa ült össze, a találkozó után Jens Stoltenberg kijelentette, minél hosszabb távú katonai és pénzügyi támogatás mellett kötelezik el magukat a szövetségesek, annál hamarabb jöhet a béke. Ukraine needs predictable support. A NATO főtitkára azt mondta, a tagállamoknak fenn kell tartaniuk az ukrajnai háború kezdete óta Kijevnek nyújtott hozzájárulásuk mértékét, ami azt jelenti, hogy évente legalább 40 milliárd euró támogatást kell biztosítaniuk Ukrajnának. Ez szilárdabb alapokra helyezi támogatásunkat, kiszámíthatóságot biztosít Kijev számára, és mind az azonnali, mind a hosszú távú szükségleteket kielégíti. Oroszország inváziója óta a szövetségesek évente mintegy 40 milliárd euró értékű katonai támogatást nyújtottak. Azt javasoltam, hogy ezt a támogatási szintet méltányosan megosztva legalább addig tartsuk fenn, ameddig szükséges, mondta Jens Stoltenberg. A NATO főtitkára abban is bízik, hogy pénteken megállapodnak a NATO katonai segítség nyújtásáról is, ami egyebek mellett a fegyverek, légvédelmi eszközök és lőszerek átadását jelenti. Jens Stoltenberg szerint pénteken jóvá hagyják egy új kiképzőtábor létrehozását is Lengyelországban ukrán katonák számára. Hamarosan indulok Brüsszelbe. Magyarországot a honvédelmi miniszter képviseli a találkozón. Szalai Bobrovnicki Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, Magyarország a szerdán Budapesten Jens Stoltenberggel kötött megállapodás értelmében kimarad a NATO-Ukrajna missziójából, amihez se katonát, se fegyvert, se pénzt nem ad. Magyarország az EU soros elnökeként együttműködik a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének elnöki pozícióját betöltő Laosszal. Igyekszünk szorosabbra fűzni a két térség közötti kapcsolatokat. Erről beszélt Szijjártó Péter, miután tárgyalt a laoszi miniszterelnök helyettessel. A külügyminiszter hozzátette, a kapcsolatok építése komoly európai érdek, hiszen az uniónak új lendületre van szüksége, hogy javítsa a versenyképességét, és ebből a szempontból Dél-Kelet-Ázsia fontos lehet a számára. Szijjártó Péter arról is beszélt, regionális szövetségeik elnökeiként a két országnak fontos kötelessége a béke melletti kiállás és az elkötelezettség amellett, hogy a vitákat békés úton diplomáciai eszközökkel kell rendezni. A meglévő biztonsági kihívások békés rendezése csak tárgyalások útján lehetséges, nem a harc téren. A siker, a megoldás a tárgyalóasztalnál születik meg, és a biztonsági kihívások világszerte és Ukrajnában is a tárgyalóasztalnál dőlnek el, és mi ebben egyetértünk, közös álláspontot képviselünk. Megnyitotta a magyar nagykövetséget a laoszi fővárosban Szijjártó Péter. A külügyminiszter hangsúlyozta, fontos, hogy a következő években a világra a kapcsolatépítés és a globális együttműködés legyen jellemző. Ehhez az ítélkezést és kioktatást a kölcsönös tiszteletnek kell felváltania. Hozzátette, laoszi partnerével egyetértenek a kölcsönös tisztelet a párbeszéd fontosságában. A kölcsönös tisztelet jellemzi országaink kapcsolatát. Noha nagy földrajzi távolságban vagyunk egymástól, mi egy sikertörténetet építhettünk fel politikai, gazdasági kapcsolatok fejlesztése és emberi kapcsolatok terén is. Ezért is értjük meg egymást ilyen jól, mert a szabadságért való küzdelem a két ország történelmének fontos eleme. Reggel óta tart a főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak újraszámolása a Nemzeti Választási Irodában. Két jelölt, Karácsony Gergely és Vitézi Dávid között mindössze 324 voks volt a különbség, miközben csaknem 25 ezer érvénytelen szavazatot találtak. Kapcsolunk most a Nemzeti Választási Irodába Császár Attilához. Hogyan zajlik az újraszámlálás? Szervusztok! Köszöntöm a kedves nézőket! Én nem hallak benneteket, én bízom benne, hogy ti igen. 9 óra 17 perckor kezdődött meg
a szavazatok újraszámolása, az érvénytelen szavazatok újraszámolása rendben zajlik. Most információim szerint a 15. kerületnél tartanak a szavazatszámlálók. Ők a Nemzeti Választási Irodának a munkatársai, és magát az egész eseménynek a bonyolítását a Nemzeti Választási Bizottság végzi. A Nemzeti Választási Iroda elnöke Nagy Attila elmondta a szavazatszámlálás megkezdésekor, hogy tegnap rendben megérkeztek azok a borítékok, amelyekben megküldték az érvénytelen szavazatokat a választási, helyi választási bizottságuk. Azokat itt felbontották, és ahogy látják a kedves nézők, itt számlálják a szavazólapokat. Meglepő módon nagyon eltérőek a voksok. Amit el tudok mondani, az az, hogy az érvénytelenek száma nagyon magas, és nagyon magas Szentkirályi Alexandrára leadott voksoknak a száma is, annak ellenére, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjét pénteken úgy regisztrálta a választási bizottság, hogy visszalép, ezt írásban is jelezte. Ennek ellenére az áthúzott szavazólapokon, illetve a nevénél lévő vonal ellenére nagyon sokan tették oda az X-et. Karácsony Gergely, illetve Vitézi Dávidra leadott voksokról nem sokat tudok most mondani. Gyűlnek azok az szavazatok, itt megmutatom a kedves nézőknek, ebben a sárga dossziétartóban vannak azok, amelyek az érvényesek, legalábbis az itteni szavazatszámlálók szerint. Ezeknek a szavazatoknak a hátuljára ráírják pirossal, hogy miért érvényes, mert hogy egyébként a helyi választási bizottságok korábban minden részletes adatot feltüntettek arra vonatkozóan, hogy miért döntöttek úgy, hogy egy-egy voks érvénytelen. Tehát jelen pillanatban gőzerővel zajlik a szavazatok összeszámlálása. Így van, és várhatóan késő délutánig megszámlálják azokat. Császár Attila, köszönjük szépen! Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az kiabál, akinek a háza ég, valótlan állításokkal próbálja aláásni a választási eljárást Karácsony Gergely. Szikra Levente azt írta, a jogorvoslat folyamata törvényesen zajlik, a szükséges garanciákat a választási szervek mindenhol biztosítják, hozzátette. Ennek fényében különösen visszás, hogy a hivatalban lévő és jelen állás szerint még első helyezett főpolgármester jelölt hamis állításokra alapozva szeretne új választást, amellyel egyébként valójában csak saját elkötelezett támogatóit hergeli a választás törvényes folyamata ellen. Szikra Levente úgy fogalmazott, úgy tűnik a baloldal szerint csak az a választás demokratikus, amit ők nyernek meg. A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint csütörtökön még sehol sem számolták újra a főpolgármester választáson leadott és érvénytelennek nyilvánított szavazatokat. Nagy Attila erről azután beszélt, hogy az RTL híradó arról számolt be, tudomásuk szerint az egyik budai kerületben a hivatalos újraszámolás előtt megtették ezt, és a kereskedelmi csatorna egy állítólagos eredményt is közölt. A KDNP távozik az Európai Néppártból, ha a Magyar Pétert vagy a pártját felveszik, jelentette be Semjén Zsolt, a kereszténydemokrata néppárt elnöke. Hozzátette, reggel találkozott Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, akivel őszinte beszélgetést folytatott. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy a KDNP az Európai Parlamentben a legnagyobb frakcióban hangot tud adni a magyar nemzeti szempontoknak és a kárpátaljai magyar kisebbség és a háború kapcsán. Kiemelte ugyanakkor, hogy a háború támogatása nem az ő világuk, a béke oldalán állnak. A kisebbség helyzete pedig kulcsfontosságú. Ha Magyar Pétert fölveszik az Európai Néppárt frakciójába, nem várhatom el Hölvény Györgytől, és a KDNP-től nem várható el, ezt a helyzetet elfogadjuk. Erkölcsi okokból kifolyólag. És azt nem akarom végigmondani. A másik pedig, hogy a Tisza pártot, ha felveszik az Európai Néppártba, akkor is a KDNP-nek távoznia kell. Ezt világossá tettük, ez a elvi, erkölcsi és politikai álláspontunk.
Nem valószínű, hogy a közeljövőben tűzszüneti megállapodást kötne Izrael és a Hamász. Erről az amerikai elnök beszélt a G7 országok csúcs találkozója után. Joe Biden kiemelte, hogy az általuk kidolgozott béketervet Izrael és az ENSZ is elfogadta, a palesztin terrorszervezet azonban egyelőre nem hajlandó azt aláírni. Közben folytatódtak az összecsapások Gázában, az izraeli-libanoni határon, valamint Cisjordániában is. Ameddig a szem ellát, sátrak sorakoznak a gázai Han Yunis külvárosában, a környező házak ugyanis mostanra szinte mind lakhatatlanná váltak. Az övezet középső részén fekvő település felé pedig folyamatosan indulnak útnak a palesztinok, abban a reményben, hogy így elkerülhetik a harcokat. Már 6-szor vagy 7-szer kitelepítettek minket, én viszont nem látok biztonságos területet. Éjszaka nem aludtunk a lövöldözés és a légicsapások miatt. Amint látják, egyik helyről a másikra költözünk. Nem látunk biztonságos területet. Biztonságos területekről beszélnek nekünk, de mi ilyet már nem találunk, mondta egy férfi, aki a gázai övezet déli részéről indult vissza korábbi otthona felé. Az Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet közti összecsapásoknak azonban egyelőre nem látni a végét. Az amerikai elnök csütörtökön a G7 országok olaszországi csúcs találkozóján arról beszélt, a közeljövőben nem számít tűzszünetre Gázában. Kötöttünk egy olyan megállapodást, amelyet az ENSZ biztonsági tanácsa, a G7-ek és az izraeliek is jóvá hagytak. A legnagyobb akadály az, hogy a Hamász nem hajlandó aláírni, pedig ők is benyújtottak valami hasonlót. Hogy a megállapodás létrejön vagy sem, azt még meglátjuk. Mi továbbra is nyomást fogunk gyakorolni, nem tudok végleges választ adni, fogalmazott Joe Biden. Közben Izrael felett működésbe lépett a légvédelmi rendszer, az úgynevezett vaskupolára elsősorban az ország északi részén volt szükség. A térséget Libanonból a hét eleje óta fokozottan támadja a Hezbollah nevű milícia, miután kedden egy izraeli légicsapás végzett a síta szélsőségesek egyik magasrangú parancsnokával. Bár a Hezbollah rakétáit a levegőben megsemmisítették, a lehulló törmelék több épületben és járműben is kárt tett, illetve 10 helyen bozott tüzeket okozott. A zsidó állam nem hagyta válasz nélkül a támadásokat. Libanoni jelentés szerint péntek hajnalban egy nő vesztette életét egy izraeli lövedék miatt az ország déli részén. A héten támadásért több izraeli kikötővárost is, ezért azonban a jemeni huszi lázadók az iraki iszlám ellenállással közösen vállalták a felelősséget. A jemeni fegyveresek emellett folytatták a kereskedelmi hajók elleni támadásaikat is az Arab és a Vörös-tengeren. Közben ismét fegyveres összecsapások voltak Cisjordániában is. Csütörtökön izraeli katonák rajtaütést hajtottak végre a palesztin terület északi részén. Izrael szerint körülzártak egy épületet, és tűzharcban két magasrangú terroristával végeztek. Ezzel egy időben egy harmadik fegyveres palesztin férfi is életét vesztette, aki ellenállt a letartóztatásnak. A katonák a helyszínen nagy mennyiségű robbanóanyagot foglaltak le. Rendőrök oszlatták fel a Varsói Egyetemen tartott palesztin párti demonstrációt. A diákok május 24-e óta tüntettek, és követelték, hogy az intézmény adjon át nekik minden adatot, amelyekből kiderül, hogy húznak-e hasznot a gázai harcokból. Eleinte a közeli parkban gyülekeztek, majd elfoglalták az egyetemhez vezető utakat, és eltorlaszoltak több bejáratot is. Végül a rektor hívására a rendőrök megjelentek, és feloszlatták a tüntetést, a barikádokat pedig elbontották. 6 hallgató ellen eljárás indult a közrend megzavarása miatt. Vallás turisztikai szakirány indul szeptembertől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Egerben. Nacsa Lőrinc miniszteri biztos hangsúlyozta, az új szakirány több mint turisztikai szakember képzés, ugyanis nem csak a szakmát, hanem a lelkiséget is el tudják sajátítani a hallgatók. Mi azt gondoljuk, hogy a magyarországi zarándok és vallásturizmus az Magyarország, a Magyarországra látogató emberek és a magyar emberek lelki javát szolgálja. Ezért is támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és ezért is reméljük, hogy az elmúlt évek pozitív tendenciai után a következő időszakban is a vallásturisztikai helyek, az értékkincsekre látogatók száma az eddigiekhez hasonlóan folyamatosan nőni fog. Nagyon lassan vonul le az árhullám a Rábán, a folyón több helyen most is harmadfokú készültség van. Az egyik ilyen helyszínre, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vágra kapcsolunk, ott van Ciráki Viktória. Ott mire számítanak a szakemberek?
Szervusz, köszöntöm a nézőket. Vágnál kilépett a Rába a medréből, ez most is jól látható a hátteremben. Nem csak a partmenti fás, bokros részeket öntötte el, de a környező mezőgazdasági területekre is befolyt a folyó. Jelen pillanatban most ott is látható, hogy nem csak áll, de áramlik a Rába vize. Egyébként a közút lezárta ezt a hidat is, ahol mi vagyunk most Vág és Kemenes Szentpéter között, de nem csak itt történt lezárás, hiszen Szony és Vaskesző között, illetve a Bodon helyett Kisbabottal összekötő híd is lezárásra került. A Rába áradása egyébként napok óta ad feladatot a vízügyi főigazgatóságnak, illetve a településeknek. Sárváron tegnap 389 cm-rel tetőzött a Duna, után a néhány cm-es apadás kezdődött, azonban ez nem volt tartós, és mai napra ismét áradást jósolnak oda is, és úgy, hogyha hihetünk az előrejelzéseknek, akkor 390 cm-rel fog ma ott tetőzni a Rába. Egyébként nem érte el a tavaly mért legmagasabb 424 cm-es vízszintet, ott kerteket öntött el, és igazából ez okozott problémát a helyieknek. Körmenden is elkezdődött a folyó lassú apadása, azonban a szakemberek a gátakat ott is folyamatosan ellenőrzik, és egyébként a vízmű munkatársaitól megtudtuk, hogy az egész térségben gondot okozhat még a további napokban is a Rába apadása, azonban a hétvégére már szárazabb időt jósolnak a vízgyűjtő területeken, így megkezdődhet, illetve folytatódhat, ahol már megkezdődött a Rába apadása. Círáki Viktória, köszönjük szépen! Legalább 10 tűzoltó sérült meg az Irak északi részén pusztító ipari tűzben. Erbil városában még szerda este tört ki tűz egy olajfinomító aszfaltraktárban, majd onnan terjedt tovább. Már 3 tűzoltóautó is a lángok martalékává vált. A hatóságok szerint 40 tűzoltó csapat érkezett a helyszínre, de nem tudták megfékezni a tüzet. A szemtanúk robbanásokról is beszámoltak. A kár eléri a 8 millió dollárt. Tűz ütött ki a brüsszeli repülőtér egyik épületében tegnap délután. A lángok egy teherszállításra szolgáló részlegen csaptak fel, majd hamarosan több szomszédos épületre is átterjedtek. A hatóságok még nem tudják, mi okozta a tüzet, illetve hogy milyen anyagok éghettek. Személyi sérülés nem történt, és nem kellett járatokat sem törölni. Nagy kiterjedésű erdőtüzek pusztítanak Harkiv megyében, Kelet-Ukrajnában. Ukrán médiumok szerint Izjum település környékén több mint 50 tűzoltó küzd a lángok ellen. A munkájukat azonban nehezíti, hogy a területre korábban aknákat telepített az orosz hadsereg. Ivánivka falu mellett szintén hatalmas tűz volt, de azt már sikerült eloltani. Csak tegnap összesen 18 erdőtűzről érkezett jelentés Harkiv megyéből, az ukrán hatóságok az orosz légi csapásokat okolják a tüzekért. Továbbra is rendkívüli kánikula sújtja Görögországot. Az idei első hőhullám miatt számos városban korlátozásokat vezettek be. Többek között az athéni Akropolis sem látogatható napközben. A jövő hét közepére Magyarországra is megérkezik a hőség, akár 35 fok is lehet majd. Vannak, akik vizet isznak, mások fagyiznak, és sokan egyszerűen csak legyezik magukat. Athénban mindenki másképp próbál megküzdeni a rendkívüli hőséggel. Görögországot az idei év első hőhulláma sújtja, a nappali hőmérséklet eléri a 41 fokot. A meleg miatt több helyen lezárásokat rendeltek el, számos iskola ideiglenesen átállt a távoktatásra, és megtiltották a futárszolgálatoknak a délutáni munkavégzést. Emellett a legtöbb látványosság, köztük az athéni Akropolis is zárva tart a legmelegebb órákban. Azok a turisták, akik ezt nem tudták, hiába próbáltak meg bejutni. Nem tájékoztattak minket, tegnap vettük meg a jegyeinket a pénztárnál, ma délre. Most meg nem tudunk bemenni, azt mondják, ma zárva lesz, mondta egy turista. A városokban hűtőközpontokat hoztak létre. Ezeket a légkondicionált helyiségeket az önkormányzatok jelölték ki, hogy legyen hol átvészelni a kánikulát. Még sosem volt ilyen meleg júniusom, az én időmben ilyen nem volt, most látok ilyet először, mondta egy férfi. Eközben tűzoltók és rendőri egységek járják az erdőket, azt ellenőrizve, hogy nem ütöttek ki tűz valahol. Együttműködünk a hatóságokkal, a rendőrök a hegyekben és a parkokban járőröznek, helyenként drónokkal is. A szemetet csak bizonyos időpontokban lehet kidobni, mert a takarítók nem tudnak kánikulában dolgozni. Ami a hűtőközpontokat illeti, reggel 9-től este 9-ig vehetők igénybe, mondta a főváros alpolgármestere. Görögország
ország Európa azon országai közé tartozik, amelyek a leginkább ki vannak téve a klímaváltozás hatásainak. A tavalyi hőhullám idején hatalmas erdőtüzek pusztítottak, az oltás közben többen is életüket vesztették. Ráadásul az ország az eddigi legmelegebb telén van túl, idén a megszokottnál is korábban, már márciusban voltak bozott tüzek. Minden évben emelkedik a hőmérséklet, eddig még sosem volt ilyen meleg júniusunk. Minden évben kiadtuk az útmutatást, mostanában mindig egyre hamarabb és gyakrabban jelentkeznek a hőhullámok, mondta az Egészségügyi Minisztérium munkatársa. A meteorológiai szolgálat szombattól várja az enyhülést, de hamarosan jön az újabb hőhullám. Szakértők emellett arra figyelmeztettek, hogy a Görögországot sújtó melegfront hamarosan Európa többi országát is elérheti. Magyarországon a jövő hét közepén már akár 35 fok is lehet. Ma reggel elindult a közmédia új csatornája, a Nemzeti Sportrádió. Az időzítés nem véletlen, hiszen ma este kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság. A Sportrádiót Budapest vételkörzetében 105.9-es frekvencián országszerte, és külföldről pedig mobil alkalmazáson lehet hallgatni a nap 24 órájában. A mikrofon mögött többek között Csisztu Zsuzsa, Risztovéva, Vas István Zoltán és Szegő Tibor várja a hallgatókat. Reggel Orbán Viktor miniszterelnök is járt a Sportrádió stúdiójában. Igen, két a fix műsorvezető egymásra szemben. Már kora hajnalban nagy volt a készülődés a vadonatúj Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Jó műsor! Egy jót csinál. Hogy a sztár Risztovéva olimpiai bajnokúszó köszönthesse a Sportreggelben két műsorvezető társát, Csisztu Zsuzsa olimpikon tornázt, sportszakembert és Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. Ma reggel a stúdióban itt van velem Csisztu Zsuzsi. Szia Zsuzsi, jó reggelt! Szia Évi, jó reggelt mindenkinek! És itt van velünk Szécsi Zoli. Szia Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Az új közszolgálati sportrádió folyamatosan élőben tudósít a nap 24 órájában a magyar versenysport eseményeiről. Idén nyáron kiemelten foglalkoznak a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia magyar vonatkozású versenyeivel. A kiemelten támogatott sportágak mellett további versenysport, para- és szabadidősport eseményekről, utánpótlás mérkőzésekről is közvetít majd. Aki a Nemzeti Sportrádiót hallgatja, biztosan nem marad le a legnagyobb hazai és nemzetközi sporteseményekről. Új hely, de a régi szemlélet minden, ami sport. Mondjuk a következő hetekben kiemelten természetesen a futball elvével fogunk foglalkozni. A rádió számos különleges műsorral várja a hallgatókat, többek között portréműsorokkal, legendás közvetítések felelevenítésével. Naponta több alkalommal lesz nemzeti sportkrónika is. Esténként pedig visszatér a sportrádiózás nagy hagyománya, a körkapcsolás. A Nemzeti Sportrádió pénteki indulásakor benézett a stúdióba Orbán Viktor miniszterelnök is, aki sok sikert kívánt az olimpikon műsorvezetőknek. A rádiót Budapest vételkörzetében, az FM 105,9-es frekvencián, országszerte és külföldön pedig online és mobil alkalmazáson lehet hallgatni a nap 24 órájában. Ez volt a híradó déltől, maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sporthíradó Orbán Ádámmal.